Na sziasztok srácok, Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és elhoztam nektek egy nagyon-nagyon érdekes új sorozatot, ami tulajdonképpen két részből fog állni, ugyanis találtam YouTube-on egy nagyon-nagyon érdekes videót, ahol is időugrásokról, illetve időutazásokról van szó, hogy elméletileg összeszedtek 20 olyan valós és megtörtént esetet, ahol bizonyítottan időugrás, illetve időutazás történt. Na most nem tudom, hogy ki mennyire hisz az időutazásban, és ki mennyire van ebben igazából otthon. Én abszolút nem vagyok benne otthon, sőt szerintem ti sem, viszont hát eléggé szkeptikus vagyok ezzel, szerintem ti is, hiszen azért egy ilyet pont levideózni, pont akkor, pont ott, pont úgy, hogy látványos legyen, stb. Szóval azért elég nehéz, megmondom őszintén, de hát nem tudom. Nézzük meg, és döntsük el együtt tulajdonképpen, hogy szerintetek ez valós, vagy nem valós. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy a kommentbe írjátok le erről a véleményeteket, és hát nézzük meg a videót. Most mondom még az elején, srácok, hogyha szeretnétek ilyen videót, akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot, és nagyon szépen megköszönök egy feliratkozást is. Na, hát akkor nézzük a videót. 20-kal kezdünk. Na, mit látunk itt? Látunk itt egy furgont. Jó, látjuk, hogy megy az idő. Megy hátul egy biciklis. Ez egy motoros? Motoros. Micsoda? Jó, hagyjuk már. Hát nem tudom, gyerekek. Nem tudom. Nekem ez olyan fajjel, nem? Szóval így megy egy... Az a kamion? Lol, na az még egyszer! Nem tudom, az a baj... Álljunk meg egy kicsit. Az a baj ezekkel a videókkal, hogy igazából baromira valósághűnek tűnnek, de igazából ilyet én is tudok csinálni. Figyeljetek, most itt vagyok. Most már nem. Látjátok? Majdnem jó. Na szóval viccet félretéve, igazából tulajdonképpen összevágnak kétfajta videót, elrondítják a minőségét. Nem tudom, srácok. Na mindegy, nézzük, 18. Oké, okay, egy ismeretlen helyen történik ez a videó. Hallod? Húha. Aha. Hát nem tudom, srácok. Mi volt ott a kez... nem tudom. Jó, persze, igen, tudjuk, most jön a duma. Viszont baromi jól néz ki. Nagyon durván jól néz ki. Na erre azt mondom, hogy ez király. Ez király. Viszont nem hiszem, hogy ez valós egyébként. Tehát tök jó, meg minden, de nem tudom. Tehát baromi jól néz ki, az tény. Nem tudom, azért elég gyorsan fut, de senkinek nem tűnik fel, hogy ez a csávó ott fut. Tehát senkit nem lök föl. Oké, okay, persze, nyilván fut most a csávó utána, ezzel a résszel semmi probléma nincsen, de hogy az egy kicsit fel volt szerintem gyorsítva, és így össze volt vagdosva. Tehát After Effect, gyerekek. After Effect, Lesson 1. Szépen magyarosan. Na mindegy, jó, oké. Okay. Volt egy ilyen is, viszont nagyon jól nézett ki ez a kék. Ezt ismerem, ez fog jönni, ez egy nagyon híres videó egyébként, fog jönni egy ilyen biciklis csávó, és megmenti. Na ez egy nagyon durva videó, és azt hiszem, ezt fogjuk majd látni lelassítva is, baromi jól van kivitelezve, nem fogjuk látni lassabban. Ezt nézzük már vissza, várjatok egy picit. Szóval az a szituáció ugye jön, várjál, ott már valami van, most lelassítom direkt, és megjelenik hirtelen. Na most azt kéne megnézni, azt a képkockát, biztos ezt már valaki kilassította, hogy mi van akkor, hogyha az ott feltűnik, és hogy van az megvalósítva. Hát nem tudom, figyelj, igazából, hogyha már a flash-t meg tudták csinálni sorozatba, akkor ezt miért ne, nem? De nagyon jó. Tehát erre így azt mondom, hogy ezt így még el is hinném tök simán, mert olyan jó meg van csinálva. Nem tudom, most ez meg van csinálva, nincs megcsinálva. Nem tudom, tényleg nem tudom. Egyébként valószínűleg meg van csinálva.
De olyan szar lenne ezt elhinni. Let me Na first start nézzük. out by saying that most of you are not going to believe what I'm about to say. That's fine. I'm not trying to convince everyone that what I'm saying is true. Aha. I'm simply trying to speak to Jó. those of you who will listen. Jó, oké. Now, you've probably seen those old photos of people supposedly talking on modern day cell phones. Some have claimed this to be proof of time travel. It's not. Aha. These devices are actually hearing aid instruments. With that being said, time travel is soon going to exist. You may live to see it. I was born 3 years before the first time machines began being tested. They started out dangerous and unreliable, only used by the government. Eventually, independent hackers figured out how to build them. I have been recruited by an independent agency to spread the message. Elmondom a végén, nagyjából miről van szó. Is a fragile one. Your children and your grandchildren will not have the same amount of resources that you do. The Mars colonization program was only semi-successful, as few people want or have enough money to move there. The world I was born in has become extremely overpopulated. I was born in 2026. Uh-huh. Hát az, hogy hülye vagy, cimbora. Hát mit gondolnék? Ne haragudjál. Aha, jó. Tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy igazából ez a csáva, ez egy időutazó, tényleg ilyen nagyon nagy vonalakban, és nem tudom, már kezdtem 2 vagy 3 évvel az időutazás előtt született, és ő most tényleg ő visszajött, meg ő itt bizonygatja. Hát nem tudom, srácok, most kár igazából minden szó, hogy nagyon-nagyon sok ilyet láthatunk. Egyébként pont valamelyik nap olvastam egy ilyen cikket, hogy csinált egy videót egy csávó, nem tudom, hogy ez benne lesz, de valószínűleg nem, mert az elég új, hogy csináltak egy videót, illetve csinált a csávó egy saját videót, saját magáról, és a 30 évvel későbbi énjéről. Egyszerre, hogy egymás mellett ültek. Na most, oké, tehát tök király, én is tudok magamról csinálni egyet, itt vagyok én, és ide jövöm a fatert, aki egyébként majdnem úgy néz ki, mint én, csak mondjuk 30 évvel idősebb nálam. Oké? És akkor, hát én vagyok én, és akkor ő meg én, 30 évvel később, érted? Szóval, na mindegy, tudom, hogy én ilyen szkeptikus vagyok, de... Na, én szeretnék ezekbe hinni, de annyira egyértelműek, és annyira, nem tudom, srácok, írjátok le a kommentbe, tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről. Vov! Jó, nem látjuk az autót, nem jön semmi, megállt minden. És egyszer csak megjelenik egy autó előtte. Aha. Hát elmondom azért a reakciómat, hogy mi lenne, hogyha tényleg lenne egy ilyen, jó? Tehát megyek a Hungária körúton, mellettem, nem tudom, az XY számú villamos, körbenézek, nem jön senki, ez egyszer csak meglátok egy autót, aki így elmegy mellettem. Szerintem először magam alá szarnék, utána elkezdene, nem tudom, ömlenni a takony az orromból, és nem állnék meg fékezni, és stb. Kiugradnék a kibaszott kocsiból, és így nem tudom, így összeroskadva így ülnék, és így nézném, hogy így, aha, most akkor így mi van? Most így mi van? Szóval nem tudom, ezeket meg lehet csinálni, tehát ezek nem olyanok, amiket így, jó, manapság azért már eléggé fejlett a technika, hogy mindent megcsináljuk, és lehet, hogy ezek tényleg igazak, és tényleg az van, hogy egyszerűen ezek valós dolgok, csak megmagyarázunk mindent. Simán lehet ez is. De nem tudom. Én azért inkább a másik oldalban hiszek, hogy ahol tudja, az ember átveri a másikat szerintem. Egy kis nézettségért, meg egy kis cumóért. Tök király. Tök király, két videóból össze van vágva. És el van halványítva. Ja, meg hozzátettünk egy kis izét, fényt. Bum! Bum! Jó, oké, tudjuk, tehát igen, tehát az emberke sétál, és akkor egyszer csak valami ilyen felvillanó fény, és hát eltűnt. És ez egy tényleg egy valós időutazás, gyerekek. Nagyon durva. Úristen.
Jó, beletettek is hátranézést. Mit gondolsz erről? Kérdezi a videó. Mit gondolsz róla, hogy a csávó hátranézett és aztán eltűnt? Nem tudom, gyerekek. Mit gondoljak róla? Ti mit gondoltok erről? Írjátok meg. Jól néz ki, meg tényleg tök jól megcsinálják, de na. Most... Jó. Håkan Nordqvist. Oké. Okay. Ez az a csávó! De ezt miért most hozták le cikkbe? Azt hiszem ez az a csávó. De erről van egy videó is, nem csak képeket csinált róla, hanem videót is. Hú, várjátok, lejjebb veszem egy kicsit a hangot. Már lehet, hogy csak nálam hangos. Jó, megint ugyanarról beszél a csávó, hogy nagy fény, meg minden, és akkor úristen, és akkor ez a csávó meg elment, mit tudom, 2040, úristen, ugyanolyan tetkótokkal, úristen. Na ez az, 72 éves önmagával találkozik a csávó, akinek ugyanolyan tetkója van. Hívom Fatert, magamra varratok egy X-et, és a másikra is varratok egy X-et. Beszarok. És híresek leszünk, Fater! Mindenki minket fog csodálni! Aha. Oké, okay, király. Nagyon fasza. Aha. Azt mondják, hogy nem érdekel senkit, hogy ő azt gondolja, hogy egy hazug. Tudja az igazát. És minden igaz. Hát figyelj, hasonlítanak egymásra. Az kétségtelen. Mit gondolsz róla? Hát... ez egy valós időutazó? Na nézzük a 12-et. Jó, ez CCTV-s kameráról van szó. Ausztriában, Melbourneben. Oké, na. Köszönjük szépen. Jó, ez egy titkos kamera. Oksika. Szokás szerint kicsit fölvezetik a dolgokat mindig. Úristen, egy madár eltűnt. Egy időutazó madár! Egy kibaszott időutazó madár! Beszarok. Gyerekek. Most már nem csak az emberek utaznak az időben, hanem a madarak is. Lehet, hogy ott van egy időkapu. És bement a madár. Egy láthatatlan időkapu. Egy tér-idő-kontinuum generátor. Aha. Hát igen. Legközelebb, gyerekek, esküszöm nektek, csinálok egy hangya teleportációt. Mit gondolsz róla? Kérdezi a videó. Hát az, hogy ekkora balfasságot még nem láttam. This video... Jó, oké. Okay. Na nézzük. Oké. Okay. Na, ez egy drónnal lett felvéve tök véletlenül. Aha. Aztán láttuk egy embert, ahogy sétál, aztán eltűnik, ugyanazzal a montázzal, mint az előzőben. Álljatok meg, srácok. Flash, te vagy az. Te jó Isten, már nem is olvasom, mit írnak. Tehát annyira nem érdekel most ez így, hogy mit írnak. Egyszerűen ezt látni kell, gyerekek. Igen, én észrevettem, hogy ez a csávó eltűnik, egy baromi... Aha, jó van, így fogom reklámozni a drónomat én is. Ezzel lett fölvéve, DJI Phantom 3-assal. Nem szar. Aha. Egy consumer, aha. Hát nyilván ez egy consumer drón, tehát nem tud 4K-ba felvenni sajnos. Ő izébe vesz föl, 420p-be, vagy... 18, vagy izébe, 108p-be, vagy... Mit gondolsz róla? Hát... Na, most azért közelítem, mondjuk eléggé éles volt, csak gondolom rázumoltak.
Aha. Lehet, hogy a világ végéről vette föl. Na nézzük a tizediket. A mai videó utolsó. Hoppá, gyerekek. Hoppá. Egy fénykép, ahol egy mobiltelefont használó hölgy van a képen. A képen YouTube-ozik, és lehet, hogy YouTube TV-t nézi. Úristen. Lehet, hogy minket néz, srácok. Azt mondják, ez egy iPhone volt. És miért nem mondjuk egy Nokia 3210-es? Nem értem. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ekkor is már volt, hogy hívják ezt? Minek mondják ezt? Ízlése, ízlésük. Mondjuk én nem nagyon szeretem az iPhone-t, rip reklám, de akkor is. Volt ízlése biztos. Nagyon király. És látom, éppen a settings nyomogatja ott egyébként. Aha, jól látom. Ugye? Hát nem tudom, gyerekek. Nagyon kemény. Jó, ez egy teória. Ez egy teória, hogy Mr. Gizda úr a nem tudom én hány csilliárd millió éves festményen, na ezt majd a következő videóban, szóval a nem tudom én hány csilliárd millió éves fényképen nyomogatja az iPhone-t. Uh-huh. Jó. Na, hát srácok, szerintem egyébként izgalmas, nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen videókat csinálnak az internetre időutazás címszóval. A legközelebbi videóban megnézzük a top 10-et, ugye most a top 20-ról indultunk, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok le mindenféleképpen a kommentjeiteket, a gondolataitokat, hogy mit gondoltok erről. Van, aki hisz benne, valaki nem hisz benne, igazából nyilvánvalóan én elég szkeptikus vagyok, mindent meg lehet magyarázni, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik ezeket elhiszik, és fixen vallják, hogy igen, ezek valós videók. Mert hogy igazából manapság föltölteni egy ilyen videót, ami valós is lenne, mindenki azt mondaná, hogy kamu, mert egyrészt senki nem hinné el, senki nem akarná elhinni, hogy van ilyen. És nyilván a szkeptikus emberek meg ráfogják, hogy jó, rendben, ez egy kamu volt, szóval én mind a két oldalt megértem, én inkább ezt a nem biztos, hogy elhiszem kategóriát képviselem, mint azért ismerik a YouTube videókat, ha már itt benne is mozgunk tulajdonképpen. Na mindegy, írjátok meg a véleményeteket a kommentbe, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogyha még szeretnél látni ilyen tartalmakat, illetve nyomj egy lájkot a videóra, jó? Csapjuk össze a, nem tudom, a jó sok lájkot, minél többet csapjuk össze, jó? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Jusu voltam, és hát sziasztok!